Sziasztok! Mutatok nektek egy kis érdekességet. Ez egy Audi SQ7-es, legújabb, egy év pár hónapos, és hogyha szeretnétek ilyent rendelni, akkor azért itt vannak árak. A bőrcsomag, és ez nem a bőrüléseknek a felára, hanem a kibővített bőrborítása, hogy a kis részeken is még bőr legyen, 1.245.000. A karbon az nagyon olcsó, az rendkívül olcsó, 166.000. Azért az állítható futómű 2.5 millió forint. Hangrendszer megint olcsó, ennél sokkal drágább szokott lenni. Akkor a head-up display az ilyen közepes áron van. Hát a kerámia fék az e környékén szokott lenni, az ilyen 3 és 5 millió között szokott lenni, amikor rendeltek egy újat. És állófűtés 700.000 majdnem. Ez megint nagyon olcsó, BMW-nél sokkal drágább lenne a lézerlámpa. És ezért vannak ám itt olyan dolgok, hogy megrendítek az SQ7-et, és még plusz 100.000 forintot kell a világításra fizetni. Ez ilyen presztízs dolog, vagy ez inkább ilyen rosszul eső dolog is lehet, hogy egy sima akármelyik BMW-be szinte alap a díszvilágítás, és itt meg kell fizetni. Viszont ami megint nagyon olcsó, az a vonóhorog 411.000 forint. Így. Na most mutatom belülről, hogy mi az olcsó, mi a drága. Kerámiafék. És a kerámiafék, mindjárt mutatom a másik oldalról. Közben az első lámpánál megállunk egy picit. Ott a kis szép felirat. És azért minőségi munka. Szerintem az embereknek a 10-ből 9 nem veszi észre, amikor a féktárcsát az alufelnihez gyártják, vagy pont fordítva, teljesen mindegy. Hogyha megnézitek a szegecsét, teljesen mindegy, hogy áll az autó, mert sokkal sűrűbb a szegecselése, de minden második az pont úgy áll, hogy mindenhol pont ugyanúgy lásd a szegecsét a féktárcsának. Hát jó, ez 22-es kerék, és a 22-es kerék fölé, hát oda már, nem tudom, hogy mennyire látszik, ott már nem tudom átdugni a kulcsot, mert már átakad, és ez egy ilyen 3 centis kulcs. Viszont tudok mutatni hibás dolgot. Látod, ez egy egyéves autó is, és így megkopik a kulcsa. És itt nem a használóval van a probléma, hanem az, hogy ezt erőlteti a Merci is, az Audi is, meg még jó pár, hogy sima lakkozott, fényezett, fekete anyagot tesznek rá a kulcsra, és azért ez milyen már, hogy van neked egy milyen presztízses autód, és már így tud kinézni. Holott a Porsche, és ugyanígy hozzáteszem, ez is egy teljesen más fényezést kap ő. Ez sokkal vékonyabb fényezést kapott az ablak környéki keretek, még hátrább is amúgy, és olyan hamar el tudnak kezdeni ilyen körkörös karcok lenni, hogy ilyen tényleg odanézel, és bántja a szemedet, közben meg van egy
most nem feltétlenül erről az autóról beszélek, hanem a Mercinél, vagy akármelyiknél, a BMW-nél is, hogy amikor a nyúlszod a kilincshez, akkor így mindig bántja a szemedet, és van egy elvileg hiper-szuper autód, és nem egy Dacia, mert a Dacianál, de én azt mondom, a Dacianál se engedjék meg ezt, hogy azoknál a kisebb részeknél ilyen nagyon gyenge minőségű fényezés található. A Porsche nagyon egyszerűen megoldotta, ugyanúgy ilyen üveglapszerűséget tett, és vagy fólia, vagy festés, teljesen mindegy, nem karcolódik. De a Mercinél a belső tér is nagyon karcolódni tud a lak feketéjével. Erre már vannak kittek, hogy például a Wishről amúgy milyen komoly, hogy a Wish bedolgozik így az autó elhibázásba, mert a Wishen rá tudsz keresni, hogy ha már karcos lett, nyilván nem tudsz vele mit csinálni, én tudok, mert elviszem és felpolíroztatom, és csak nagyon speciális gép kell ahhoz, hogy azt a kis ilyen belső karcokat el tudják távolítani. Nem szokott lenni a polírosoknak, mert is tudják, hogy lehet polírozni, azt hiszem, a polírosoknak a 80%-a, de úgy meg lehet oldani. De a Vision milyen jó, hogy pár dollárért tudsz rendelni ilyen matrica készletet, hogy amikor ezt megunod, hogy milyen csúnya, nagyon új autó, akkor tudod szépíteni, és úgy tudod szépíteni, hogy nem az Audin keresztül, hogy bemész az Audiba és azt mondod, vagy a Mercibe, hogy azt mondod, hogy ha összekarcolódott, légy szíves, segítsetek, és akkor nem ám az, hogy adnának kedvezményesen árat, vagy ilyen fólia pakkokat, hanem azt mondják, hát ez csak cserélni lehet. Mercinél ez egy sokkal nagyobb lakfekete dolog, és ennek az Audinak sokkal jobbra van megcsinálva, mint a Mercinek ez a belső lakkozott dolgai. Na mindegy, vannak furcsaságok az autó gyárban, hát meg lesznek is, az biztos. De viszont itt ez az Audi SQ7, aminek az extrázottságát nagyon egyszerűen lehet megfogalmazni, és nagyon röviden. Egy extra hiányzik belőle, az pedig az jelátó. Semmi több, mindenben van. Ja, és a Wish, hogyha már Wish. Figyeld, mennyire jó a minősége? És voltak itt már nálam olyan ilyen kivetítő logósok, hogy égőnek találtam bemutatni, hogy mennyire hitvány, nem rossz, meg nem kellemetlen, hanem hitvány a minősége a logónak. Ja. Ez az Audi csúcsi fie. Hol van még itt? Hajtószervó. Varrott bőrműszerfal. Így. Na hát akkor ez röviden eddig tartott, úgyhogy karbon legyen veletek. Sziasztok!